térkövet kapott a sóstói skanzen sétánya, így már nem lesz sáros a látogatók lába egy-egy rendezvényen. A múzeum falu fejlesztésének kettős célja volt, az attrakció fenntarthatóságának és turisztikai vonzerejének növelése. A terület és település fejlesztési operatív program az eddigi legnagyobb fejlesztést tette lehetővé. Ez egy nagyon komoly összeg, indult a modern városi programmal, bevettük a kormányok között megállapodásba, aztán EU-s forrásból és részben önkormányzati forrásból, több mint 890 millió, tehát kerekítve 900 milliós fejlesztés, valóban soha nem volt itt ilyen, ennek a töredéke sem. A beruházás eredményeként megújult a szabadtéri színpad nézőtere, amely a szilárd szerkezetű ülősorokkal 200 fő befogadására alkalmas. Mellette alakították ki az illemhelyeket is, megújult az út és parkoló hálózat, rekonstruálták a víz, szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózatot, valamint kiépült a térvilágítás is, ami már régi igény volt a múzeum faluban. Építettünk olyan elemeket, ami egyrészt mondjuk a raktár segíti a múzeumfalu működését, másrészt olyanokat, ami a turisztikát segíti. Itt vagyunk a látogatócentrumban, ugye teljesen más a bejárat, már itt látható, és ezt azért is tettük, hogy népszerűsítsük a múzeumfalut, és a hagyományőrzést ötvözzük egy modern turisztikai attrakcióval. Ehhez új bútorokat és informatikai eszközöket is beszereztek. A projekt a teljes múzeumfalut és az egyes porták bemutatását szolgáló kisfilmek elkészítését is tartalmazza. Ezek a tervek szerint augusztus 31-ére készülnek el.